În județul Harghita, solidaritatea este pe primul loc. Și astăzi, iarăși s-a văzut, o comună cu 3 composesorate a contribuit cu un aparat de ventilație, un aparat de ventilație foarte performantă. Au reușit ce era foarte greu pe căi birocratice să se procure acest aparat și într-un perioadă de timp, zic eu, limitat. Pentru că acum se vede pentru aparatele de ventilație, toate spitalele, localitățile, județele din lume stau la rând, unii chiar așteaptă ani de zile. Aici s-a reușit în 2 luni de zile achiziționarea acestui aparat de ventilație și noi credem că localitățile, comunele, satele din județul Harghita sunt solidari. Și acesta este cel mai important lucru. Vă rog să vedeți modelul Harghita, să vedeți cum ne aliniem, cum ne luptăm ca să putem trece peste această pandemie și așteptăm susținere, așteptăm și noi solidaritate și vă urez sănătate tuturor care ne urmăresc și vă rog să faceți share pentru acest filmuleț, pentru că eu cred că merită. Szent Miklósi Közbirtokosság elnöke megkeresett, és elmondta, hogy ők pénzadományt gondoltak a kórháznak, és beszélek a borzsovai közbirtokossággal, hogy ők is adjanak. Akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, és jöttem az ajánlattal, hogy vegyünk együtt egy konkrét dolgot, és ajánlottam ezt a lélegeztetőgépet. Akkor itt a kórház vezetőségével beszéltünk, és erre esett a döntés, hiszen ők választották a gépet. Azért ragaszkodtunk ahhoz, hogy nyilvánosan köszönjük meg a Csíkszépvízi, a Szent Miklósi és a Borzsovai közösségnek és a közbirtokosságoknak, hogy ezt a különleges lélegeztetőgépet kaptuk, mert ez azért is nagyon fontos számunkra, mert Csíkszépvízi polgármester elsők között volt, aki felajánlotta a segítségüket, és pont abban az időben, amikor a legnagyobb szükségünk volt a segítségre, ezért, és azért is, mert ez egy olyan különleges lélegeztetőgép, amilyen eddig még nem volt a kórháznak. A kórház intenzív terápiás osztálya most egy hibrid lélegeztetőgéppel gyarapodott. Ez azt jelenti, hogy a lélegeztetőgéppel tulajdonképpen 2 különböző funkciót tudunk betölteni. Amikor nincsen annyi betegünk, hogy elfoglaljuk az összes lélegeztetőgépeket, akkor tudjuk transport lélegeztetőgépként használni. Arra használjuk ezeket a lélegeztetőgépeket, hogy a légzéselégtelen betegeket különböző pontról különböző pontra szállítjuk. Tehát a CT-ről az osztályra a műtőbe. Ez nagyban segíti a beteg biztonságát. Hogyha majd az epidemiológiai vészhelyzet olyan szinteket ölt, hogy az összes lélegeztetőgépünk el lesz majd foglalva, akkor ezt a gépet át tudjuk alakítani egy fix lélegeztetőgéphez.